Szeretem ezt az időt, van benne valami szomorkás, de mégis feltölt. Az időjárás mindenki másképp ítéli meg, nagyon szubjektív az, hogy hogy érzed magad benne. Valami ilyesmiről szeretnék beszélni a tegnapi mesterkurzuson, a gyakorlatok során. Mi az, amire rájöttek az emberek, mi az, amit megtanultak, hogy mi akadályozza meg őket a sikeresség elérésében. Az természetes, hogy mindenki elképzeli azt, hogy mit szeretne, vágyakozik rá, célokat tűz ki, de a legfontosabb a kép a fejében, ami kialakul. Látjuk magunkat benne, mi lesz velünk, hogyan fogunk viselkedni. Ezek nagyon jó elképzelések, ezek nagyon jó képek. Egy probléma van mindig ezzel, hogy mikor elindulunk a cél felé, elindulunk és elkezdünk dolgozni érte, akkor megtartjuk ezt a képet méghozzá pont olyannak, ahogy az elején elképzeltük. Tulajdonképpen van egy nagyon merev és fix elképzelésünk a sikerességről, az eredményességről, a boldogságunkról. Miközben dolgozunk, akkor persze találkozunk rengeteg akadállyal, megküzdünk ezekkel az akadályokkal, le is győzzük őket akár, és az a kép még mindig ugyanolyan, pedig már sokat változtunk, már sokat tanultunk az akadályok leküzdése közben, és mégsem változtatjuk meg a célt. Persze az, aki megváltoztatja, az nagyon jól teszi, és nagyon jól jár. Ez nem jelenti azt, amikor változtatsz, hogy te eltértél a céltól, hogy nem vagy céltudatos. Persze megvan az a szintje, hogy mennyit változtatsz rajta, és ezért nagyon fontos, hogy amikor elkezded az egészet, vagy mielőtt elkezded a feladatot, vagy a munkát, akkor milyen képpel indulsz el. A kép kialakításához nem mindegy a pozíció, hogy honnan nézed az életedet, honnan nézed a lehetőségeidet, tehát fontos az, hogy hova álljál, honnan néz a saját életedre, és hogy a kép az ne egy merev kép legyen, hanem alkalmazkodjon a lehetőségekhez. Ha ezt meg tudod tenni, akkor egy lépéssel már közelebb vagy a megoldáshoz. A második hiba, amit el lehet követni, az az, hogy akkor, amikor már teszel valamit, ténylegesen csinálod, és követed a vágyaidat és a céljaidat, a feladatokat megoldod, akkor nem a lényegre koncentrálsz, és nem azt a feladatot oldod meg, ami szükséges ahhoz, hogy eljuss oda, hova szeretnél, hanem azonnal hozzáfogsz ahhoz, hogy kielégüljél. Tehát olyan tevékenységet csinálsz, ami számodra a legnagyobb örömet okozza, és ez sajnos nem egyezik mindig azzal, amivel felépítheted az utat, ahova kell menni. Pedig nagyon fontos lenne meglátni azt, hogy pontosan mit kell cselekedni, pontosan merre kell haladni. Az, hogy boldogságod van abban, hogy az utat járod, ez nagyon jó, és valójában ez a célod, hogy boldog legyél, de ez a éppen akkori boldogság, vagy ez az éppen akkori könnyedség, vagy öröm, ahogy elvégzed a feladatokat, ez meggátol téged abban, hogy a végén a végcélt elérd, és valóban boldog legyél hosszabb távon. Még akkor is, hogyha boldogság nem egy örök dolog, azért mindig dolgozni kell, de nem mindegy, hogy milyen módon és milyen alapokra helyezed a következő lépéseket, a következő életedet, milyen alapokon nyugszik a jövőd. És ezeket az alapokat úgy kell megtedd, hogy reálisan látod, hogy mit kell csinálni. Mivel a vágyakat elégíti ki az ember legelőször, és nem a fő vágya irányába megy, és az ahhoz szükséges utat járja, ezért sajnos folyamatosan másképp látja saját magát, és azt, amit csinál. Ha visszakérdezünk embereket, hogy mi történt egy feladat elvégzésekor, akkor elmondják, hogy mit csináltak, és kívülről nem ez látszott, kívülről teljesen más az, amit csináltak, mint ahogy azt ők látták és átélték. Persze, ha szembesítjük őket, akkor nagy nehezen és rossz érzéssel rájönnek, hogy valóban ők teljesen más csináltak, teljesen másképp értelmezték. Ha nem szólunk nekik, akkor viszont maradnak azon az úton, teljesen eltorzulnak az eredeti elképzeléstől, és nem fogják elérni azt, amit igazán szeretnének.
A harmadik hiba, hogy kihagysz lépéseket a folyamatból. Jó úton jársz, megteszed azokat a lépéseket, amiket meg kell tenni, és akkor, amikor megvan az első, második vagy harmadik rész sikerélményed, akkor úgy látod, hogy most mindjárt itt van az eredmény, elkapkodod, és rögtön lépsz egy olyat, amit csak a legvégén kellene lépned, de még messze nem jársz ott. Nem készíted föl saját magadat arra, hogy milyen eredményt fogsz elérni, nem készíted fel magadat arra, hogy mit kell csináljál az út közben, semmire nem készíted föl a környezetedet, így tulajdonképpen váratlan számodra és a környezet számára is az, amit fogsz lépni. Nem lehet rögtön lecsapni a labdát csak akkor, amikor abban a pozícióban vagy, hogy megfelelő rálátásod van arra, hogy a labda leessen oda, hova szeretnéd ütni. Tehát akkor, amikor a vágyaid és a céljaid felé haladsz, akkor ne kapkodj, ne hagyjál ki részeket a folyamatból, ne ugorjál át olyan fontos, lényeges dolgokat, amelyek feltétlenül kellenek a cél eléréséhez. Azt se tedd persze, hogy elmotyogsz egy részfeladaton túl sokáig, mert akkor elszáll feletted az idő, de mindenképpen indulás előtt és folyamatosan útközben készíts fel magad arra, hogy egyszer ott leszel a célban, és a célt át kell lépjed. És készíts fel a környezetedet is arra, hogy te meg fogsz ott jelenni. A környezet felkészítése egy teljesen más téma, egy teljesen más feladat, erről majd később valamikor beszélünk. Na foglaljuk össze, mi volt az a három fő dolog, ami miatt nem éred el a célodat. Az első, hogy az elképzelésed túl merev, nem alkalmazkodik se az úthoz, sem a környezethez. A második, hogy másképp látod saját magadat, a környezetedet, mindent, amit teszel, így nem alkalmazkodik, nem tud azonosulni a valósághoz. A harmadik, hogy kihagysz lépéseket, nem készített fel magadat a célhoz, és nem készített fel a környezetedet a jelenlétedre. Természetesen még rengeteg olyan dolog van, ami miatt nem érhetjük el a céljainkat, és rengeteg olyan dolog van, ami miatt el lehet érni a célokat. Ezért kell tanulni, ezért kell gyakorolni, gyakorlatokat csinálni, olyan gyakorlatokat, amelyben benne van az, hogy a sikerességet eléred, és az mindig a tied lesz, mint élményszerűséget megszerzed a gyakorlatok során. Majd ez fog átépülni az életbe, rajtad keresztül, mert a te élményed a gyakorlatok során a sikeresség elérése. Így az életben ezek az élmények fognak feltörni, így leszel pozitív gondolkodású, így leszel energikus, és így tudsz mindig a céljaid felé haladni, lehetőleg minél kevesebb hibával, és annál nagyobb eséllyel.